Gulyás Gergely szerint egy minisztériummal kapcsolatban sem vetődött fel a korrupció gyanúja a Rogán Sándor botránnyal összefüggésben. Itt van velünk a vonalban Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke, akit ennek az állításnak a kommentálására kérek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nagyon meglepő, hiszen ugye nem olyan régen, pár nap ezelőtt jelent meg az a hír, hogy három minisztériumban volt házkutatás. Ezt követően pedig ugye a miniszter arról beszél, hogy hát neki miért kéne tudnia, hogy az ő minisztériumát bármelyik másban volt házkutatás. Hát ez elég furcsa, hogy az ember a saját házatáján munkahelyén erről nem tud. És ráadásul hogy ugye a lehallgatási jegyzőkönyvekben nem hogy minisztériumokat neveznek meg, hanem államtitkárokat és minisztereket. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik államtitkárát, Rétvári Bencét az Emberi Erőforrások Minisztériumából, Süli Jánost ugye a Paksi Atomerőmű bővítésért felelős minisztert és minisztériumot, tehát egészen elképesztő állítás, hogy ez akkor érintetlenséget jelent a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Mondjuk ez a médiának szólt, de a dolgok jogi ügyintézése mentén mit lehet tenni ilyen helyzetben? Miket tesz az ellenzék, hogy itt tisztábban lehessen látni? Hát természetesen folyamatban van egy büntető eljárás, és ne felejtsük el, hogy ebben ezekben a lehallgatási jegyzőkönyvekben megjelent egy olyan szál is, ugye jól emlékszem, a Somogy megyei kormányhivatalnál, hogy a Sárod György siófoki nyaralójának az ügyét kellett volna egyengetni, és ott azt a kollégát, ahogy bejelentette a kormányhivatal, már elbocsátották. Tehát nem bizonyosodott be még senkinek sem a bűnösség, amire szoktak hivatkozni. Nem, ugye azt mondják, hogy ártatlanság vélemény. Mindig figyelembe kell venni, ehhez képest már egy kormányhivatali ügyintézőt elbocsátottak. Ehhez képest az államtitkár, a miniszterek a helyén vannak. Nagyon kíváncsian várjuk a büntetőeljárásnak a végeredményét, de természetesen szükséges akkor mi is megtesszük azokat a jogi lépéseket, feljelentéseket, amelyeket ilyenkor meg szoktunk tenni. Hát látjuk, hogy a NER rendőrsége, ügyészsége az, hogy áll ezekhez az ügyekhez, kormányváltás után minden ilyet alaposan ki fogunk vizsgálni. Ami nap ugye végig futott a médián, Völner Pálnak az elhíresült kijelentése, miszerint az EMMI egy trágyadomb lenne. És akkor ön ennek kapcsán szeretett volna kérdéseket feltenni kormányzati illetékeseknek, de ahogy írja, Kövér László letiltotta, illetve nem engedte, hogy, vagy nem javasolta a kormánytagoknak, hogy megválaszolják ezeket a kérdéseket. Mit szeretett volna kérdezni ez ügyben? Szerettem volna megtudni, hogy mit gondol az emberi erőforrások minisztere egy igazságügyi miniszter helyettes állításáról, hogy a minisztérium egy trágyadomb, olyan emberek dolgoznak ott, akik a közszolgálatban már sehol sem kellenek, illetve nagyon lusták. Most ez azért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a miniszter erről mit gondol, hiszen ezt egy kormánytag, most már volt kormánytag, de jelenleg is országgyűlési képviselő állított, aki belülről látja a kormány működését, és ne felejtsük el, hogy ez a minisztérium felelős az egészségügyért, az oktatásért, és hát ennek a tevékenységnek az eredményét látjuk mind a két ágazatban. És Kövér László mire hivatkozva nem támogatta ennek a kérdésnek, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását? Egészen megdöbbentő választ adott, legalábbis nagyon-nagyon meglepődtem rajta. Azt írt, hogy folyamatban lévő büntetőeljárásról lévén szó, ez nem tartozhat minisztériumi hatáskörben. Nem tudom, hogy a büntetőeljárásnak mi köze van ahhoz, hogy egy miniszterhelyettes ilyen állításokat fogalmaz meg. És bocsánat, nem soroltam, hogy a miniszterelnököt is megkérdeztem, hogy ő mit gondol az egyik ágazati minisztériumáról. De teljesen, hogy mondjam, számomra megdöbbentő válasz érkezett, de ez azt jelenti, hogy ez egy beismerő vallomás. Beszéljünk még arról, illetve hát felvilágosítást szeretnék kérni, mikorra várható
a közös ellenzéki lista, és mikor állnak nyilvánosság elé a már minden részletében összehangolt, összefésült választási programmal a hat párt az Egységben Magyarországért? A lista az nagyon záros határidőn belül véglegesedni fog, hiszen egyrészt határidő is van, amikor le kell adni. Program tekintetében pedig hát láthatják, hallhatják a választók, hogy folyamatosan mutatják be az ellenzéki pártok közösen egységben azokat a fejezeteket, azokat a programpontokat, amelyekben már egyetértés van. Gondolok itt a bérlakásépítési program, az alacsony keresetek adójának csökkentése, hogyan jutunk el a minimálbér adómentességéig, a családtámogatásokkal kapcsolatban is tartottak már sajtótájékoztatót, és hát így haladunk a kampány során, és ahogy a fejezetek lezárulnak, ez egy egységes, koherens program lesz, amit természetesen megismernek teljes egészében a választók, de most már a fejezetét is ismeri. Ez a bizonyos záros határidő, ez pontosan mi is? Hát, ugye a kampány február 12-én kezdődik, akkor indul az aláírásgyűjtés a jelöltek támogatására. Én nagyon bízom benne. Tehát egy bő hetünk van addig, hogy... Így van, de ahogy mondom, ezek a... Hát most nem akarok kulisszatitkot elárulni, de... De tegye meg, legyen kedves. Ez nyilván a kampány része, hogy fejezetenként mutatjuk be, így felkeltve az érdeklődést, mert olyan programpontok vannak benne, egy egészen más Magyarország képét mutatja. Nagyon szépen köszönöm Tóth Bertalannak, az MSZP társelnökének. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra!